Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír szeptember 15-ére. Ezen a napon vagy a napokban egy olyan határterületen mozgunk. Ez lehet utazás is, átlépjük a határt. De jelképesen szimbolizálja azt is, hogy feltesszük a kérdést, hogyan tovább, tegyem-e vagy ne tegyem, ez bizonytalanságokat vált ki nálunk. Azt is jelentheti ez a határ, hogy olyan, mint egy kerítés, ami előttünk van, és úgy érezzük, nem megy tovább. Tenni kell itt valamit. Átmászni ezen a kerítésen, félelmek nélkül, hogy legyen egy új kezdet, vagy egy új kapcsolat. Ez lehet munkahelyi változás, lakhely változás, vagy fontos, hogy lezárjunk bizonyos kapcsolatokat, és kialakuljon egy új kapcsolat az életünkbe, mert ez kihat most ránk. Az is lehet, hogy vannak korlátozások, és mások váltják ezt ki nálunk. Akkor kell, hogy védjük magunkat. Nem szabad megengedni, hogy mások korlátozzanak bennünket. Ami még történik a mai napon, hogy lezárunk valamit, vagy valaki lezárja a kapcsolatot velünk, de ez ne szomorítson el téged, hiszen lesz egy új kezdet, egy új irány. Átléped a kerítést, és tovább mennek, tovább folyamodnak a dolgok. A téma a mai napon ez a kerítés, tehát ez a határvonal. Az is lehet, hogy mások eltúloznak valamit, beleavatkoznak a dolgaidba, és akkor építsd ki te ezt a kerítést. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!